Demecser művelődési házában az egykori helyi zsidó közösségnek állít emléket ez a kiállítás. A molinókon megírt szövegek és képek illusztrálják azt, hogy mit tett hozzá az egykori zsidó lakosság a település kiépüléséhez. A hídgyülekezet 1890-től az 1944-es deportálásokig izraelita népiskolát is működtetett Demecserben. Ezen a helyszínen emléktáblát is avattak a holokauszt helyi áldozatainak. A zsidó lakosság településünk gazdasági, társadalmi, kulturális és szociális életében kiemelkedő és meghatározó szerepet töltött be az 1770-es évektől 1944-ig. Gondolunk rájuk, mert tiszteljük őket, tiszteljük, mert tiszteletre méltó életútról adtak tanúságot. Demecserben a zsidó közösség tagjai többek között szatúcsboltot, cipészetet és pékséget is üzemeltettek, mondta el a Mazsihisz elnöke az eseményen. Tragédiájukat jól szemlélteti, hogy a településről összesen 142 polgárt hurcoltak el Auschwitzba. A II. Világháborút követően mindössze 18-an tértek vissza, 1963-ban pedig megszűnt a helyi közösség. A történelem könyörtelen, a dolgok visszafordíthatatlanok. Kérdés, hogy nekünk 21. századi magyaroknak, zsidóknak és nem zsidóknak van-e tennivalónk ebben az ügyben? Úgy gondolom, van. Mindannyiunk kötelessége az utódok felé jeleket hagyni. Jeleket hagyni arról, hogy egykori Demecserben virágzó zsidó élet volt. Jelet arról, hogy a zsidók és a nem zsidók közös élete, szimbiózisa milyen értékeket hozott létre. És jeleket az utókornak. Fontos, hogy helyeken legyenek emléktáblák, vagy legyenek botlatókövek, vagy végezzenek kutatásokat. Ez mind-mind fontos kötelességünk. És a jelhagyás mellett a másik pedig az oktatás, a tanítás. Demecserben az 1944-es év kezdetén még 52 diák tanult az izraelita népiskolában. A zsidó közösség egykori építő munkájának tiszteletére két történelem szakos tanár és 10 diák kezdett kutató munkába még évekkel ezelőtt. Ez adta a most bemutatott kiállítás alapját is. Nagy Enikő felidézte, Demecserben több mint 10 zsidó család vált a zsidó törvények és a holokauszt áldozataivá. Minden a német minta szerint történt Magyarországon is, csupán némi időbeli eltolódással. Emlékezünk tehát azokra a demecseriekre, akiktől a hatóságok visszavonták az iparengedélyeket. Szatócsokra, fakereskedőkre, órásokra, bádogosokra, szabókra, cipészekre, pékekre. Emlékezünk azokra, akiktől a földbirtokokat elvették, akiknek napi megélhetését lehetetlenné tették, akik pogromok elszenvedőivé váltak, akiket 1941-től munkaszolgálatra hívtak, és akiket egy bőröndbe csomagolt élettel előbb varjúlaposra, majd Auschwitz-Birkenau-ba szállítottak. Az eseményen résztvevők koszorúzással is emléket állítottak az elhurcoltaknak.